Vevők állnak sorban karácsony előtt a piaccsarnok egyik húsboltjánál. Az élelmiszerek áfacsökkentési folyamata tavaly kezdődött a sertés tőkehús áfájának 27-ről 5%-ra csökkentésével. Ennek hatására 20-30%-kal emelkedett a sertés hús fogyasztás. Az idén a friss tej, a tojás és a baromfi hús áfájának 5%-ra mérséklésével folytatódott a folyamat. Nagy István parlamenti államtitkár szerint a kormány a többi alapvető élelmiszer adó tartalmát is mérsékelni a jövőben, ehhez azonban a gazdaság további erősödésére, teljesítő képességének növekedésére van szükség. Azon gondolkodunk, hogy hogyan lehetne a továbbiakat meglépni, és egy nagyon jó kezdeményezése volt a terméktanácsnak az, hogy a tejföl és a túró előállítás az mindig magyar tejből történik, tehát friss magyar tejből. És hogy annak a fogyasztás élénkítését is, és a piaci helyzetét is nagyban erősíteni, hogyha az áfacsökkentési folyamatba bekerülhetne. Ezt a Földművelési Minisztérium akceptálta, készülnek azok a tervek, hogy akkor, amikor az adó vitája lesznek a parlamentnek, akkor ezt a parlament elé terjesztjük, hogy kormány döntsön róla, és aztán a parlamenti folyamatban végig tudjuk vinni. Nagy István hozzátette, a szakmai szervezetek szerint szükség lenne a hal és a kenyérfélék áfacsökkentésére is. Gyakorlatilag, hogyha ezzel végig tudnánk érni a gazdaság teljesítőképességünk megfelelően, akkor előbb-utóbb minden alapvető élelmiszerünk áfája az 5%-os kategóriába tartozna, és akkor egy nagyon nagy segítséget tudnánk adni a magyar családoknak. Így is ezen áfacsökkentésekkel 35-40 ezer forinttal tudjuk segíteni a magyar családokat. És azt kell mondanom, hogy ez egy nagyon komoly mennyiség, hiszen ha csirkehúsba számoljuk ki, akkor ez majdnem 35-40 kiló csirkemerről beszélhetünk. Az államtitkár közlése szerint a madárinfluenza miatt nem lesz hiány csirkehúsból a boltokban februárban, mivel a fertőzés csak a vízi szárnyasokat, azaz a kacsa, a liba és a pulyka állományokat érinti. A pecsenye csirkét és a broiler csirkét a zárt tartási mód miatt nem fenyegeti a madárinfluenza.